virágkoszorúkkal díszítjük elhunyt szeretteink sírhalmát, mert biztosak vagyunk abban, hogy ők már szeretetükért elnyerték a győztesek koronáját és koszorúját a mennyben. Gyertyát és mécsest is gyújtunk ilyenkor, amelynek lassú elfogyása nem csak az ő elmúlásukra emlékeztet minket, hanem szeretett halottjaink értünk való áldozatos életére, hisz amíg éltek, ők voltak számunkra a fény. Irántuk való szeretetünk itt egészen más jellegű, mint akkor, amikor éltek. Hálát adunk értük Istennek, mert így fejezzük ki szeretetünket azok iránt, akik ma segítenek nekünk élni. Ami itt történik, az a hálaadás. A fájdalmon túl, az elvesztésük fájdalmán túl az a hála, hogy Isten őket adta nekünk. Amikor a temetőben vagyunk, akkor nem csak az elmúlásról gondolkodunk, hanem arról is, ami nem csak az életünknek, hanem a létünknek a meghatározó eleme, hogy Isten az embert megváltotta, Isten az embernek örök életet akar adni. És akik itt nyugszanak, azokat Isten kegyelmére bíztuk, Isten kegyelmére utaltuk. Egyrészt ő rájuk nézve is ez üzenet, másrészt pedig mindenki átgondolja saját maga életét, saját maga létét ebben az üzenetben. A föltámadás és az Istennel való közösség a földi élet lezárta után, átmenve a halálon, az örök létbe. Ez az, ami a mi reménységünk alapját adja. Amikor most megemlékezünk elhunyt testvéreinkről földi életük végére, a saját életünk végére is kell gondolnunk. Ahogy bezáródott az életük könyve, úgy nekünk is egyszer bezáródik, és senki sem tudja, hogy mikor. Épp ezért próbálkozzuk átélni az életünket minél szeretettelibb módon. A holottainkról való megemlékezés nem csak a múltra való visszatekintés, hanem a jövőre való gondolkodás is. Mi keresztények valljuk, hogy a hitünk része az örök élet. A halottak napja, ha az Istennel éljük át, akkor ez nem a gyász ünnepe, hanem a bizakodás ünnepe. Ilyen értelemben próbáljuk átélni a évi ünnepeket is.